A Jászhegyi Szolnok vármegyei főügyészség elmúlt év áprilisában életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat egy 20 éves karcagi fiatalemberrel szemben. Az illető a vád szerint 2022. június 9-én kora délután karcagon késsel mellbe szúrt egy másik fiatalt, aki túlélte ugyan a támadást, a bántalmazás azonban a vádhatóság szerint életveszélyes sérülés okozására is alkalmas volt. A bírósági tárgyaláson iratismertetésre, perbeszédekre és határozathirdetésre került most sor. A fiatal vádlott és jogi képviselője mindvégig állította, hogy csupán félelemből tartotta maga előtt a kését, amelybe valahogy belerohant a rátámadó férfi, aki szerencsére a gyors és szakszerű orvosi ellátás miatt életben maradt. A vádirat szerint a fiatalokból álló két karcagi fiúbanda tagjai régóta rossz kapcsolatban állnak, sőt a közösségi oldalakon keresztül többször is fenyegető üzeneteket is küldözgettek egymásnak. A vádlott fiatal kora ellenére már korábban is követett el erőszakos, véres támadásokat hajléktalanok és kiszolgáltatott személyek ellen. Többször volt büntetve, ráadásul a cselekményét is egyik büntetőeljárás alatt követte el. Az orvos szakértők szerint kevert személyiségzavarban szenved, állandó feszültséget hordoz magában, érzelmileg labilis, frusztrációs toleranciája alacsony, agresszióra hajlamos és antiszociális. A szóban forgó tárgyaláson az ügy sértettjét is meghallgatták volna, ám bíróság előtti vallomása nélkül zajlott le a bizonyítási eljárás elsőfokú fejezete. A késsel megszúrt fiatalember ellen dr. Hajdú Anna bírónő elrendelte a körözését, azonban felkutatása ezidáig eredménytelennek bizonyult. Az ítélet így is megszületett, miután elhangoztak a perbeszédek. Az ügyész mértékes, 5-6 évnyi börtönbüntetésre tett indítványt a vádlottal szemben, míg a védő önvédelemre hivatkozva a fiatal férfi felmentését kérte. Ezt a középmértéket meghaladó, bár nyilván nem a törvényi maximumhoz tartó, inkább a középmértékhez közelítő tartalmú szabadságvesztés szabjon ki vele szemben. A BTK 38-as első bekezdés és második bekezdés alpontja alapján indítványozom, hogy a törvényszék állapítsa meg, hogy a vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. BTK 61-62 szakaszai alapján indítványozom a közügyektől eltiltást is. A bíró végül 3 év és 8 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztés szabott ki a 20 éves férfira. Bűnös testi sértés büntettének kísérletében. BTK 164. paragrafus első bekezdése, második bekezdése és 8. bekezdés első fordulata. Ezért a bíróság a vádlottat 3 év 8 hó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben határozza meg. A vádlott által 2022. június 9 napjától a 2022. november 23 napjáig előzetes fogvatartásban, majd 2024. március 18 napjától a mai napig letartóztatásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztés tartamába beszámítja. A vádlott feltételes szabadságra legkorábban a szabadságvesztés kétharmad részének a kitöltését követő napon bocsátható. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, mivel nem elégedett az általa enyhének vélt ítélettel, míg a vádlott és védője tudomásul vette a határozatot. Amennyiben az ügyész súlyosításért fellebbez, úgy a jogerős döntést a szegedi ítélőtábla hozza meg.